mindig az alkalomnak megfelelő, vagy a szituációnak megfelelő erdei állatot, vagy az állatnak a viselkedését próbáljuk majd megjeleníteni. A néptáncból indul ki, de mégis sok érdekes új táncformát, tánclépéseket tudunk beleadni, ami szerintem nagyon sokat hozzá fog tudni adni. Ez az állat egy kis nézelődős, próbálja figyelni, hogy mi történik körülötte. A karakterem az képletesen egy madár. Nagyobb karcsapásokkal, levegőben lévő mozgásokkal próbáljuk megjeleníteni a madarat. Én egy vadmacskát fogok alakítani. Közelebb áll hozzám inkább ez a lágy mozgás, úgyhogy én tudok vele azonosulni. A nézőnek szerintem egy olyan élményt adhat, amit nem fog elfelejteni és magával tud vinni. Mindenki tud számára valami tetszőt találni benne. Történetet azt szerintem ismerik nagyjából, és át tudják élni, és a saját nézőpontjukból képzelhetik el. Azért lesz érdekes ez a produkció szerintem, mivel új, és még senkitől nem láttam ilyen léptéket felelő előadást. És a néző csak így van, és így egyet nem fog tudni pislantani, mert akkor lemarad valamiről. Az én kedvenc jelenetem az a csodaszarvas jelenet. Az ördögös rész. A nyitány. Tűzrakós jelenet. Az ördögös rész az nagyon ütős lesz.